Színesztézia. Színesztézia. Két képzőművészt, Akerman Csabát és Bába Istvánt, és három képzőművészettel is foglalkozó színházi alkotót, Tőkés Imola táncos koreográfust, Erdei Máté színi egyetemistát, illetve kollégánkat, Szabó János Szilárd színészt arra kértünk, hogy öntsék formákba és színekbe Pirinszky János Ne félj című versével kapcsolatos érzéseiket. A külön erre az alkalomra készült művek hamarosan jótékonysági esemény részeként kerülnek majd értékesítésre. Én megtehetném, és mégsem teszem. Csak tervezem, csak épp, hogy fölvetem. Játszom magammal, ennyi az egész. Siratni való inkább, mint merész. Bár néha félek, hát ha eltemet a torkomig felömlő élvezet. Mi most csak fölkérődző förtelem, mi lesz, ha egyszer mégis megteszem? A házatok egy alvó éjszakán, mi lenne, hogyha rátok gyújtanám, hogy pusztulj ott, és vesszenek veled, kiket szerettél. Együtt vesszetek. Előbb örökre megnézném szobád. Elüldögélnék benne egy délutánt, agyamba venném ágyod, merre van, a képeket a fal mintáival, a lépcsőt, mely az ajtódig vezet, hogy tudjam, mi lesz veled s ellened. A tűzvész honnan támad, és hova szorít be majd a lázadó szoba? Mert égni fogsz. Alant az udvaron a tátott szájjal síró fájdalom megnyílik, érted? Nyeldeklő torok. Hiába tépsz föl ajtót, ablakot. A túlsó járdán állok és falom. Gyapjat növeszt a füst a tűzfalon. Gyulladt csomóba gyűl és fölfakad, vérző gubanc a szűk tető alatt. Mi engem ölt, a forró gyötrelem most végigömlik rajtad, mint a genny, sötét leszel, behorpat, néma seb, akár az éj és az arcom odalent. Így kellene, de nem lesz semmi sem. A poklokban is meglazult hitem. Vigasztalást a játék sem szerez, az éjszakáknak legmélyebbje ez. Hogy átkozottam, vedd, minek veszed, nem érdekelsz, nem is szerettelek. Aludj nyugodtan, igyál és egyél, s ha értenéd is átkaim, ne félj.